Meg Alkóczi Tamás pedig az elkultúra.hu kultúrás oldal egyik alapítója, én aki főszerkesztője, és ebben az élményünket tett fel a beszélgetőtársaim, hogy próbáljunk meg irányba terelni a mai beszélgetést. Az első kérdésem az lenne, hogy van olyan, aki most tanít először ezen a beszélgetésen? Ha meglepően sokan, akkor azt kérném tőled, hogy kedvesnek mutatkozzatok be, hogy mit is vagytok, miért is vagytok. Nem mutatlak, megdolgozzatok meg is. Lehez Csilla vagyok, a Gabó kiadó szerkesztője, műfordító és író. Szerintem bemutatok titeket nagyon röviden, de hogy gyorsan. Velkei Zoltán az a Gabó kiadó kiadóvezetője, és Németh Vladimír a Humasz kiadóvezetője. De nem is, ez most már a negyedik év, amikor, ötödik év, amikor erre a beszélgetésre sor kerül. Oké. A beszélgetés az eddig megszokott menetrendszerint zajlik, vagyis az elején mi fogunk fárasztani benneteket, és utána szerepet cserélünk, a beszélgetés végén ti tehetetek fel majd a kérdéseiteket. Kezdjük is. Jó, felolvasva még lejöttem, mert a memóriám azt nem érdik úgy, ahogy kéne. A tavalyi beszélgetésem nagyon sok kérdő tervet vázoltatok, hogy mit terveztek, meg hogy terveztek. Ezért arra gondoltam, hogy kezdjük a beszélgetést, hogy mind a hárman elmondjátok, hogy mit sikerült megvalósítani a tavalyi területeiből, és mire vártok a legbüszkébb ezek közül? Ödülként ma szükségünk vagy? A tavalyi terveinket sikerült teljesíteni, amire a legbüszkébbek vagyunk, ezt szeretném kiemelni, az az év magyar science fiction és fantasy novellái antológia, ami a tavalyi évben indult el, és reméljük, hogy ebből is lesz egy jó hosszú hagyomány. Remélhetőleg még több éven keresztül, mint talán éven keresztül Jonathan Sahern a sajátját szerkesztette. Nagyon sikeres volt a novella pályázat, 19 novellát sikerült összeválogatni kettő a kötetbe, és a szerkesztőtársammal, Robosz Gáborral együtt úgy érezzük, illetve a visszajelzésekből is ezt szűrtük le, hogy nagyon izgalmas és minőségi magyar szerzős és novellák születnek jelenleg is, és kell, hogy legyen egy olyan antológia több, illetve kell, hogy legyen több olyan lehetőség, hogy a magyar szerző kisprózában is az olvasók elé kerülhessenek. Nincs elég magazin, ugye évente csak néhány tematikus fantasy, illetve science fiction antológia szokott megjelenni, és úgy gondoltuk, hogy tekintve, hogy mi adjuk ki az év legjobb science fiction és fantasy novelláit, szintén kötetet, amit a Jonathan Sahern szerkeszt, igazán élő lenne itt tenni egy magyar kötetet is. Úgyhogy erre vagyunk a legbüszkébbek, és hát reméljük, hogy idén folytatódik. Június közepén még meg lehet írni az idei év legjobb magyar novelláit. Sziasztok! Elnézést, talán fogok tudni, mindig annyira összefüggően beszélni. A elmúlt párnak a legjobb választó volt. Nekünk a tavalyi évünk alapvetően azzal telt, hogy befejeztünk rengeteg sorozatot, illetve trilógiát. Ez egy kiadóvezetőnek talán nem éppen a legizgalmasabb feladat, mert itt már nagyon nem szól a kreativitásról semmi, tehát tudjátok, hogy amikor már két rész megvan, akkor látjuk, hogy a harmadik részt ugyanúgy kell megcsinálni. De nagyon örültem annak, hogy mindent be tudtunk fejezni. Az összes sorozatról most úgy tűnik, hogy működőképes, tehát Téti, mint olvasók, megvásároljátok, elolvassátok és szeretitek ezeket. Nekem az idei év éppen emiatt nagyon izgalmas, mert most nagyon sok új sorozatot kezdünk bele, új szerzőink vannak, és emellett ugye tavaly elkezdtünk egy elég nagy vállalást azzal, hogy hívtunk egy nemzetközi szerzőt, akit idén meg tudtunk ismételni, és nagyon bízom benne, hogy jövőre is valaki a kontinensen jár, aki olyan, amire szívesen eljöttök sokan. Úgyhogy ez az a két nagy irányvonal van a kiadóban, ami most történik. Bízom benne, hogy a új szerzőket szeretni fogjátok. Nem tudom, hogy itt, vagy majd később más felületen ezekről beszélni fogunk. Nagyon büszke vagyok rá, hogy nektek köszönhetően tudunk folyamatosan kísérletezni,
kockáztathatom azt, hogy váratlan dolgokat húzni. Tehát például az, hogy a kémai science fictionben most nektek betekintést tudunk nyújtani, elkezdjük még idén két svéd szerzővel a európai vonulatot is jobban bemutatni, és terveim szerint megyünk tovább. Az az igazság, hogy nem emlékszem, hogy mit mondtam tovább, hogy a terveim. Be kellett volna nézni a tavalyságot. Hát szerintem nem. Szerintem teljesen más. Tehát álmomban nem gondoltam, hogy mi fog következni. Ugyanis hát ez tavaly áprilisban még nem sejtettem igazából, hogy mekkora képregényes felelődés veszi kezdetét. Tavaly a második fél évben. Ugye nekünk ez volt a legjelentősebb fejlemény a tavalyi évünkben. Emellett elég komoly kihívásokkal is küzdöttünk két dologban. Az egyik, hogy a nyomdánk, akivel már 7 évet dolgoztunk együtt, a kinézsi nyomda az sajnálatos módon csődbe ment tavaly nyáron. Az ország egyik legnagyobb nyomdája volt amúgy. És hát utána nagyon nehezen vettük fel a fonalat, több más nyomdával kezdtünk el dolgozni, és hát ez igencsak nagy kihívást jelentett. Ezért karácsonyi könyveink közül volt, ami nem is tudott megjelenni, mert egyszerűen nem tudta a nyomda elkészíteni időben, az újabb nyomdák. A másik, ami probléma volt, az a könyvterjesztői vonalon. Igazából ezt nem nagyon tudom nektek majd itt részletesen kifejteni, mert ezek bizalmas dolgok, de az Alexandra utáni könyvterjesztési helyzet még mindig nem tökéletes. Ez nekünk tavaly olyan beszélésem szerint 10 milliós nagyságrendű forgalom kiesést jelentett a könyvesboltokban, bizonyos hálózatokban. Amire viszont nagyon büszkék vagyunk, hogy a saját eladásaink azok drasztikusan nőnek. Körülbelül háromszoroztuk a forgalmunkat tavaly óta. Az azt jelenti, hogy nagyjából most már szerintem a teljes kiadói bevételnek a felét legalább a saját eladásainkból hozzuk. Emellett büszke vagyok arra, hogy a magyar képregény rajongóknak köszönhetően milyen óriási felemülés indult el ezen a területen, ami elsősorban annak köszönhető, hogy ezek a olvasók ezek direktben a kiadóktól szerzik be a kiadványokat. Emellett büszke vagyok arra, úgy néz ki, hogy most már a kommunikációnk célba ér, és például most, hogy nagyon féltünk attól, hogy itt nem lehet előrendeléseket majd átvenni a tavalyi, vagyis hát az előző évekkel ellentétben, és ehhez képest egyetlen egy ember sem próbálkozott elvevedni, hogy itt próbálja átvenni az előrendelést, ez teljesen egy abszolút pozitív dolog, és nagyon büszke vagyok rá, hogy a kedves olvasók egyre intelligensebbek tudják. Hát ezt inkább nem kommentálom, viszont az eredményétek és az eladások alapján meg tudjátok mondani, hogy tavaly mi volt a fő trend Magyarországon sci-fi fantasy vonalon? Egyáltalán van Magyarországon trend? Szerintem trend nincsen. Én azt látom... Akkor nem tudom. Hát ugye volt egy mélypont, most már 2,5 évvel ezelőtt, amikor az Alexandra befejezte az akkori működését, és a fogyások valóban drasztikusan csökkentek, de én egyébként azt látom, hogy nagyjából így tavaly tavasszal, tavaly nyár óta visszatértünk oda, ahol vagyunk, és erősödni tudott a piac, ami főleg a független könyvkiadást ismét szilárdabb alapokra helyezte. Én ettől független azt gondolom, hogy ami trend talán van, tehát szerintem példák számomra nincsen trend, olvasási szokásokban látok most már egy ideje egy fontos trendet, amit a könyvkereskedők is megadtak nekem, hogy a fantasy és a science fiction az most eléggé jelentősen szegregálódik egymástól. Tehát aki zömmel fantasy-t olvas, annak nem tudom science fiction-t eladni, és vice versa. Azért ez 5-10 évvel ezelőtt másképp volt, akkor az átjárás az sokkal nagyobb arányban létezett, és főleg egy olyan kiadónak, mint az Agave, akinek a kiadványai, tehát van most 25 évvel ezelőtt zömmel science fiction könyvekből álltak,
most muszáj, hogy valamilyen szinten fantasyből is álljanak, és ezért indultunk el az utóbbi két évben jobban azon, hogy fantasy szerzőket is házon belül tartsunk, mert csak a science fiction piacból rentábilisan nem tud hosszú távon megmaradni a kiadó. Viszont ezzel a törekvéssel nyertünk is annyit, hogy most sokkal nagyobb olvasói bázisunk van ennek köszönhetően. Tehát szerintem egyébként több olvasó van, csak megosztottabbak. Nem kifejezetten a magyarországi trendekről beszélnék, hanem inkább kinéznék globálisan, mert vannak olyan... Bocsánat, mielőtt ez is egy dolog, erősen tudunk tenni, csak nem tudom, hogy ebben kapcsolatban neked vagy a Badrának, hanem hozzáférni valamit a hazai trendek. Hát igazából nem nagyon foglalkozunk ilyen trendekkel, hazai trendekkel, szerzők alapján mennek szerintem az olvasók. Most ami állandó trend, amit az Olival szoktunk el, és hát az Oli szokta ezt emlegetni, hogy bolygó űrhajó megy, nyilván az ifjúba elsősorban. Ezt annyival pontosítanám, mert most valaki ért, hogy mit mond. Eladásban látjuk azt, hogy ami könyvnek a borítóján bolygó meg űrhajó van, tehát science fiction, az az egy olyas jelenmény. És valóban a más tematikájú science fiction könyvekkel mindig küzdeni kell a magyar piacon. Igen, elégyes példa, hogy például az idő gyermekei, ami hát azért elég látványos űrhajó meg bolygó van a borítón, elképesztő siker nekünk, tehát így nem is értjük igazából, mert persze jó könyv, meg szeretik az olvasók, de hát olyan számokat hoz folyamatosan, hogy hihetetlen, nem tudjuk, hogy miért. A szerzőnek a másik könyve, a Vadállat, ami ugye tavaly decemberben jött ki, és szintén nagyon nagy a tetszésindex számoljon, hát drasztikusan fele számokat se hozza, mint a Igen, ezek a vizuális kódok nagyon bele vannak égve itt, meg az embereknek az agyába, és ugye jól emlékszem, hogy az angol borítót vettétek át, és az angol piac teljesen más vizuális kóddal működik, és mi is, hogyha tehetjük inkább amerikai borítókat licenszerünk, mert sokkal jobban megfelel a magyar olvasók ízlésének. Csillanáltok is ez a helyzet a borítókkal? Természetesen, tehát ami űrhajóban, az egészen van fog menni. És a magyar antológián is sokan szerünk rehánytek, hogy milyen kevés szifi volt benne, de hát a borító az szifis volt, ennek volt azért egy olyan háttere is, hogy biztosak voltunk benne, hogy többet meg fogják venni. És azért tudtuk, hogy a fantasy novellában sem fognak csalódni az olvasók, hiszen azok is nagyon jók, de próbáltuk maximalizálni az olvasók számát ezzel a döntéssel, hogy űrhajós már rajta. Köszönöm. Még egy pillanat. Most egy nagy revelációért, itt, hogy beszélgetünk. Nézem ennek a mesterséges sorsnak a borítóját. Aminek az első kötete, az a kritikus rendszerhiba, az nem ment valami jól, azon egy robot volt, úgy nagy látványosan, ezen is van egy robot, de ezen van egy űrhajó is, úgyhogy bírom benne, nem szeretne dupla. Annyira örülök, hogy segíthettem. Direkt megkértünk Jamie Jones, hogy egy űrhajót rajzolja a második kötetre. Hát jobban jártok, mint helyre az voltam volna. Amint megvigyeztünk, hogy idehaza nincsen, mert csak eladások vannak megszerzők. Csilla, beszélni arról, hogy szerinted tavaly volt a jellemző külföldön trendi? Hát vannak olyan tematikák, amiket látni külföldön, hogy felfutóban vannak, és én azt akarom, hogy azt gondolom, hogy a magyar kiadás elég jól követi ezeket, még ha nem is tud minden címet elhozni a magyar olvasóknak, de ezek a trendek itthon is megjelennek, vagy ezek a tematikák itthon is megjelennek. Az egyik ilyen, ami az elmúlt években felfutóban van, ez a Climate City, vagy Cliffy. Ugye a New York 2140 is ide tartozik, a Bacsigalupnak a vízvadásza, vagy a Margaret Atwoodnak a Medelem trilógiája is ebbe a gondolatba tartozik. Ugye ez egy eléggé aktuális téma. Szerintem egyébként ez egy legfontosabb, és hát nyilván a science fiction írók is lekövetik, és próbálnak erre valami választ találni. Illetve a mostani egyik újdonságunk, ugye Szent Jamie-Ler Orkavárosa, ami szinte egy ilyen klíma sci-fi, egy olyan szerzőtől, aki a Strahan antológiákból már ismerős lett a magyar olvasóknak, hogy ezt szerettétek, és a Jégtapra című novellájának a világában játszik ez a regénye. Egy másik ilyen trend,
ez az új űroperának nevezett valamibe elnökének a könyve is bele tartoztak, de ide tartozik például a térség sorozat és illetve a Jun Hali-nak a sorozata is, a Nine Fox Gambit és ennek folytatásai, aminek a magyar kiadása nem sikerült sajnos tökéletesre, most nagyon bánok, mert én nagyon szerettem egyébként ezt a könyvet. Ez az új űropera, ez annyiban különbözik az úgymond régi fajta űroperától, hogy sokkal karakterközpontú írásokról van szó, és sokkal többet foglalkozik egyébként társadalmi kérdésekkel is. De ilyen trend témában a kisebbségek, illetve a gender kérdés, ugye Cameron Hurley-nek is az The Stars Are My Legion című könyve ide tartozik az elmúlt évekből, vagy például a tükörbirodalom, vagy ide tartozik a Kegyetlen szellemek Riversong-tól, Jemisin abszolút, sőt ő összeköthető egyébként a Climate City-vel is, mert mégis a megkövő tép volt ilyen szempontból is, tehát abban a tematikában is beleillik szerintem az a sorozata. Úgyhogy, és ezeket mondom, a magyar kiadás teljesen jól hozza és követi. Érdekes módon a generációs űrhajók is jönnek vissza. Ugye a hat ébredés is például, meg az Aurórában is. Sosem mentek ki. Ez egy nagyon... Igen, a generációs űrhajó, ez egy nagyon hálás tematika. És már nagyon régóta, tehát az Ursula Le Guin kisregényes kötetben is van például egy generációs űrhajó, most nagyon remek kisregény tényleg. Kiváló téma, mert ad egy olyan mikrokörnyezetet, amiben tényleg lehet kísérletezni azzal, hogy hogy működnek az ilyen kísérleti társadalmak, egy kontrollált, kezelhető populáció mérettel rendelkező sztorik ezek. És hát fantasyben is vannak trendek, most ezek az újramesélések továbbra is jönnek föl. Ugye Naomi Novitnak a rendszer után volt az ezüstfonás, de ide tartozik megjelent Madeline Millertől a Kirké, például az is abszolút egy ilyen újramesélés. Szóval ezek is jönnek föl, illetve nagyon népszerűek a crossoverek, mert olyan értelme is, hogy sci-fi fantasy határán mozgó történetek, ugye a Victoria Schwabnak az új könyve, a Benchful, az is például lényegében a fantasy és a sci-fi határán mozgó regény, ami már itt a túlvilág, egy tudományos kísérlet, ami lényegében a túlvilág gott, illetve a halál utáni életet vonzolgatja. Hanu Rajaninek jön ki könyvhéten tőlünk egy noir könyve, ahol lényegében szintén a túlvilággal foglalkozik, egy olyan hidegháborús kémtörténet, ahol a hidegháborús kímek azok a túlvilágon is, illetve a szellemformában is küzdenek egymással. Illetve a mainstream felé is azért van egy ilyen, hogy a crossover vonzalom, tehát egyre több mainstream író is beemel science fiction tematikát, hogy pornos volt egy ilyen botránya, ilyen meghívom, föltalálta az androidos történetet. Zoli, tudod ciklázni a képet? Mert ez egy elég szerepályozó, mert egy dolog nem hangzott el, szerintem, vagy csak egy fél mondat erejéig. Ki volt tegnap a beszélgetésen? Melyiken? Jó, akkor ezért elmondom. Hát mikor melyiken? Hát a John Scalzi beszélgetett az Istvánnal arról, hogy volt a Papigét egy pár évvel ezelőtt, és tulajdonképpen olyan tekintetben ez egy nagyon nagy győzelem lett a közösségnek, hogy egyrészt ugye az alakulat nem tudta elérni a célját, viszont nagyon sok más közösség beállt a Google mellé, hogy segítsék az ügyüket, és ennek köszönhetően, tehát az elmúlt 4-5 évben a diversifikáció olyan szinten ment végbe, hogy most sokkal több olvasói közösség van kint, ahogy egyébként a kisebbségek is, ahogy egyébként sokkal több női és férfi olvasót kapott ez a műfaj, és én nem is feltétlenül irányzatokban látom a trendet, hanem azt látom, hogy egy sokkal komolyabb, elfogadottabb
műfajjal van dolgunk, és ennek köszönhetően jelenhet meg rengetegféle könyv. És amit én amúgy az utóbbi egy-két évben látok, az az, hogy a fantasyben van most. Rengeteg új szerző, nagyon fiatalok, tehát egészen fiatalok, össze fogjuk kiadni a Mákháború című könyvet, azt a kínai R.F. Kuang 18 évesen írta. És tehát mindenki azt mondja, hogy ez egy döbbenetes fegyvertény, mert olyan, mint egy 45 éves férfi lenne a könyvnek a szerzője, annyira érett a prózája a műnek. És ugye gyakran elhangzik például molyon, vagy blogokban az, hogy itthon nem igazán értik az emberek ezeket a hát ilyen csúnya címkével kisebbségi sci-fi-nek, meg fantasy-nek bélyegzett dolgokat, de ki most egyértelműen ezek mennek legjobban, pont azért, mert ez az új izgalmas dolog megérkezett egy nagyon nagy közösség, és szerintem legalább a következő élet egyébként ezt fogja még meghatározni. Kihagytam az afrofuturizmust, de az is kapcsolatban valamit jelentett, igen. Talán az volt az első zászlós hajója, valóban az okora for, azért már egy jó 10 éve ezt elkezdte csinálni, igen. Én amúgy ezt nagyon izgalmasnak tartom, tehát félreértés ne essék, tök egyébként John Scalzi könyvét kiadni, de nagyon jó látni azt, hogy van másfajta is, és hogy nem ugyanazt azt az űrhajó szifit kell kiadnom, meg elolvasnom mástól, hanem tudok 10-20-30 féle különböző témát találni. Tehát amit szerintem az egyik legizgalmasabb időben vagyunk most, és ennek csak örülni lehet. Nem tudom, melyik gondolni az utóbbi 30 éve elég izgalmas volt az életemben, tehát folyamatos dolgokban, viszont ha igazadban akkor gondolom a 100%-ig, hogy nyerő borítópáros tartalmilag. Lépjünk tovább. Úgy vélem, ilyenkor tavasszal nagyon sokan követik az angol száz díjakat, jelöléseket. Szerintetek a díjak követik, vagy találják a trendeket? Yes. Én csak röviden szólok, nem vagyok ilyen témániás. Hát szerintem mind a kettő. Tehát most ez a Papigét ügy abszolút életeti hatását. Először a díjakban, és aztán ez úgy ki most már az egész kínálatban ez a diverzitás érezhető, ami a díjaknál jár meg első körben, és most már ez visszaad viszont. Hogy most a díjak nem tudnak ebből kilépni igazából, úgyhogy ez egy ilyen dolog. Ez azért nem megfekedjük, de miért értem azért? Hát igazából pont amit az előbb mondtam, tehát ugye azért ezek a díjak alapvetően az újszerűséget hivatottak elismerni, tehát az odakint egy Google-nál, vagy Google-a díjnál senkinek nem érdekel, hogy egy olyan könyv kapjon díjat, amit igazából 20 évvel ezelőtt is megírhattak volna, tehát most is talán nem olyan... Attól még jó, nem? Tessék? De attól még lehet jó? Hát nyilván, de kinek érdekel, az most mondok valamit, hogy egy Kim Stanley Robinson megkapja a negyedik Hugo-ját, tehát hogy... Ki nem? Kim Stanley Robinson-nak? Egyébként szerintem nem, tehát ugye régen is ezek a díjak azért jöttek létre, hogy előmozdítsák ezekben a műfajokban az invenciózusságot, tehát mindig az újszerű volt az izgalmas, mindig az új ötleteket díjazták, és most ezzel, hogy megérkeztek ezek az új közösségek, saját hangjukban, a saját ötleteiket, látásmódjukat írják meg, most nyilván ezt díjazzák, ezt ismerik el. Akkor ezek szerint, Zoli szerint a fehér férfiaknak nincsenek már új ötletei, csak a színes bőrű vagy női íróknak van új ötletei. Kérjönnek ebben az altrájtos irányban, akkor felteszem a következő kérdést, hogy ezt már kapcsolódik a férfiak meg a legtöbbényájához. Ugye közöttetik az idei humogati jelöltjét, és a jelöltek között csak elvét vannak férfiak. Felteszem a kérdést, hová tűntek a férfiak? A jelöltek közül. Hát majd lesz jövő évben, vagy valami, tehát nem kell ebben messze menő következtetéseket levonni. Vladimir, azt mondom, hogy tehát ott szerintem nagyon nagy probléma van, hogyha egy szerzőnek az egyetlen meghatározó identitása az, hogy fehér és férfi. Tehát azért ennél sokkal több lehetőség van újítani is, és meg is történik. Tehát nem feltétlenül csak ezek mentén, a bőrszín és a nevek mentén
vannak, diversifikálódik egyébként ez a zsáner, hanem például sokkal több író ír mentális betegségben szenvedőkről, és tehát nagyon-nagyon sokféle módon tudják az emberi tapasztalás nagyon-nagyon változatos témáit megragadni, és senki nem mondta, hogy feltétlenül csak az hősökről lehet írni. Azzal valóban probléma van, és ezt a díjat nem igazán díjazzák, hogyha valaki nem tud ezen túlépni, és tényleg olyan témákat ragadni, amit 30-40 évvel ezelőtt is. De senki nem szorította a háttérbe, és ültett a sarokba a fehér férfi szerzőket. Igen, mert ami nagyon fontos, hogy tehát azt látni kell, hogy mind a Hugo, meg a kisebb ügyek, azért ezek ilyen zárt közösségek. Most nyilván a Hugo egy nagyon nagy közösség, azért az le tudja fedni mondjuk a, nem tudom, Amerika nagyobb részének a közizlését, de egyébként rengeteg outsider kívülálló kiadó van, aki mondjuk nem foglalkozik fantasyvel vagy sci-fivel, de az évi 100 könyvébe egy ilyen becsúszik. Nekem egy nagyon kedves példám tavaly volt a Tom Sveterich-nek a könyve A letűnt világok, amiről őszintén azt gondolom, hogy 5 évente van egy ilyen minőségű, összetettségű és eredeti science fiction könyv, de nem ebből a körből jön. Sok helyről hallottam, hogy sok díjra a kiadója nem is nevezte azt a könyvet, innentől kezdve kimarad az idei hullámból. Ugyanígy egyébként, akire nagyon büszke vagyok szerzőként, a Blake Crouch, aki szintén egy outsider kiadótól jön, az ő kiadója is inkább a krimi, illetve thriller könyveket ad ki. Ő is emiatt ebben a közösségben nem létezik, ugyanakkor olyan példányszámban fújnak a könyvei, hogy azt egyébként akár egy John Scott is meg tudná irigyelni. Tehát nem tűntek el amúgy a fehér középkorú férfiak. Középkorút nem mondtam. Azt már nem tettem akkor hozzá. Igen, annyiszor olvassa az ember ezt a meghatározást, hogy beleég az agyába, elnézést. Szóval nem tűntek el, itt vannak. A díjakon túl is egyébként van egy nagyon komoly világ, amivel érdemes foglalkozni. Tehát itt volt ugye tavaly a Pierce Brown, aki soha a büdös életben nem lett jelölve semmire, mert egyszerűen a kiadója nem foglalkozik ezzel, és ezért ebben az évtizedben szerintem a top 10 legjobban eladott science fiction szerző között ott van. Nem akarsz tudni, akkor felteszem a következő. Hát ez csak annyit tennék hozzá, ezzel egyébként egyetértek, hogy visszatérve a díjakra, vagy azért a díjaknak olyan szempontból van egy trendformáló ereje, hogy a kanonizációs folyamatban nagyon komoly szerepet játszanak. Tehát azok a művek, amik kiesnek a díjak radarjából, vagy nem foglalkoznak, vagy nem kerülnek jelölésre, azokat sokkal nehezebb aztán megtalálni, és sokkal kevesebb kritika születik róluk. És egyáltalán nem feltétlenül azért, mert hogy ezek rosszabbak, csak valamilyen oknál fogva nem jelölték őket. Betegyük az egy nagyon-nagyon sok díj van, és azért elég jól lefedik. Igen. Tehát, hogy nem csak a Hugot kell nézni, nem csak a Nebulát, mert van akinek mondjuk a Kicsiznek, vagy a Philip K. Dicknek a válogatási szempontja fekszik, és akkor ott találja meg azokat a könyveket, amik őt személyesen megérintik. Egyszerű ajánlat a hátuláloknak. Az elsősorban van még bőhely, tehát hogyha valaki inkább legyen, akkor jöjjön el megnyugodtan. A másik, ami eszemültet is rendben volt betervezve, jó, felfoghatom ezeket a díjakat, az irányított díjazást egyfajta olvasó evolúciós nevelésének, hogy fejlődjetek, ha vagyatok? Ti középkorúak? Hát azért a díjakat alapvetően a zsűrik azért osztják, és olyan műveknek osztják, amikről remélik, hogy elolvassák az emberek, és valóban van egy ilyen szándék mögött, hogy azért adjuk a díjat, mert ez nagyon jó, kérlek, olvassátok el, nekünk tetszett. Tehát, Oké. Akkor most jön nektek az első utalomjáték. A díjazatok közül mit fogtok kiadni, mit terveztek megjelenteni a közeljövőben magyarul? Hát jövőbeli tervekről nem nagyon beszélnék, meg ugye az idei... Jó, mert az idei díjakat ugye még nem nagyon osztották ki, de mondjuk a Hugo jelöltek között, igen, a Hugo jelöltek között
valóban vannak szerzői. Csak már el kell mondanod. Hát most az Eurovíziós Dalfesztiválra Catherine Valentine-nek az íroperája, amit Rukódi-re jelöltek. Ez így a jövőbeli tervekről, amiben én fordítóként is érdekelt vagyok, és azt tudom mondani, hogy ez volt eddig a legnehezebb és a legélvezetesebb fordítói munkám, ahol tényleg meg kellett mozgatni minden nagy sejtemet, és leesni valahol a bennem élő csillámpánk. Zöröm, magik, de azt hiszem sikerült. Nekem most hirtelen egyébként csak a mákháború jut eszembe, amit a idei jelölések közt láttam, javítsatok ki, hogy a téve, de inkább a tavalyi évben volt nagyon sok olyan könyvünk, amit díjakra jelöltek, tehát akár az összehangló birodalom, a New York 2140 vagy a 6 ébredés, mint a Jemisinnek a könyve, és így nagyon más nem jut eszembe, de hát ugye még lesz a World Fantasy shortlist, ott még bármi lehet. Nem is tudom, hogy a Clark díjat még nem hozták azt se. Ilyenkor tavasszal még nem tudjuk is. Igen. De egyébként szerintem a Hugo szelekció idén az elég erős. Tehát, annak ellenére, hogy sok visszatérő szerző van közte, amit én néha kicsit egyébként furcsáló, ez egy ilyen preferencia kérdés. Ki furcsa ez e között Én most ezt tényleg a szavazási szempontból mondom, hogyha például a Junhali nem tudta az első kettővel megnyerni a díjat, nem tudom milyen esélye van egy befejező kötettel nyerni, vagy ugyanígy a Becky Chambers mondhatnak. Ha jól emlékszem, ebből a sorozatból volt egy vagy két könyve már korábban jelölve. De ugyanakkor ez megmutatja, hogy ezek valószínűleg valami jó sorozatok, hogyha folyamatosan egy ilyen komoly díjnak a sorozatjére fel tudnak kerülni. Azok. Hát a Sonnen Megeyer kisregény sorozatának a második kötetét, a könyvhétre hozott a Cserenő Gyerekek második kötetét. Nem tudom, az biztos az is egy csomó díjat nyert, mert az első mindent nyert, most is előre van az aktuális kötet, már annyira ezeket nem tartom számon. Ugye ez is már most a Nebulára, Hugóra lett jelölve, ennek az első kötete tavaly megnyerte az összes nagy díjat. Illetve a Bölcsőrablók, ami most jár meg, ez is tavaly jól néhány díjat besöpölt. Most így összre nem emlékszem, hogy milyen különösebb díjazott könyvünk jönne. Oké. Maradva még a díjatnál. Én meglepődtem, hogy külföldön is vannak botrányok sci-fi vagy már díjakkal kapcsolatban. Ez tényleg ennyire elkerülhetettem, hogy belejárulja bármilyen díjnak? Nem tudom, nem kellene, hogy a belejárulja legyen. Ennek ellenére úgy tűnik, hogy mégis az. Tehát azért látjuk, hogy Magyarországon is amilyen kicsi a közösség, azért vannak bennünk botrányok, mert én ezekbe belemenni nem kívánok, mert szerencsére kimaradtam belőlük teljesen. Én inkább azt látom, hogy amióta az interneten ennyire koncentráltan összejönnek a közösségek, és tényleg minden leképezhető és látszódik, és kívülről könnyű beleszállni, úgy sokkal könnyebben jönnek a trollok. Egyébként erről tegnap a John is nagyon sokat beszélt. Akik egyszerűen attól érzik jól magukat, hogyha más emberek szórakozását tönkre tehetik. És szerintem egyébként ez nem csak az irodalmi díjakban, ez rengeteg más dologban is létezik. Úgy tűnik, hogy ilyen korban élünk most. Igen, tehát én is ezt akartam kiemelni, hogy pusztán attól, hogy most már mindenkinek lehetősége van hallatni a véleményét, az a tévképzet alakult ki sokakban, hogy attól, hogy hallatni tudja a véleményét, és az egész világ látja, attól ez meghatározó és fontos lesz. És van az emberekben egy olyan vágy, hogyha nekem tetszik valami, akkor a többieknek is tetszen, akár erőszakkal is.
és ez hozza magával ezeket a gondolatokat. Rossz fordítottja, hogyha másiknak nem tetszik, akkor tovább jön. Igen, az nem tudom, hogy ez a rossz része igazából. Igen, és ezeket a Hugo körüli botrányokat, akik értettem ezeket, én ennek a számlájára is írom. Tehát azt, hogy nem írják ki emberek elfogadni másnak más véleményének, vagy más ízlése. De azért olyan mélyen nem kell szerintem ezekkel foglalkozni, főleg itt Magyarországon azért a Hugo botrány minket nem érint annyira közvetlenül. Inkább csak több rossz néha olvasni, hogy beszélnek róla a hazai olvasók, meg tényleg, tehát ez az, ami ez nekünk semmi közön nincs, nekünk szerintem örülni kellene, hogy nagyon sok könyv ezekben meg tud jelenni, és nekünk annyi a dolog, hogy elolvassuk ezeket, és ha tetszik, akkor szeressük őket. Oké. Mielőtt olvasásban mérnénk, szerintetek hogyan fordultott az elő, hogy egy szuperhősös filmet jelöltek Osztrágyra? Ennyire változott a világ? Vagy? Most akkor megérjenek a, mit tudom én, ad, ügyelenek meg minden. Szeretném azt? Nem, az szuperhősös. Nyilván nem azért lett jelölve, mert szuperhősös film volt. Most akkor tényleg én annyit tudod ki. Most, mivel ez egy fontos, tehát a Fekete Párduc filmről beszélünk, ugye? Igen. Tehát ez az afrofuturizmusnak ugye egy ilyen zászlós hajója, és hát most az egész Oscar szerintem mégis nagyjából egy ilyen irányba ment idén el, és hát én így érzem, ez az én érzésem csak, hogy ezt a nem láttam a Fekete Párducot, elkezdtem nézni, nekem nem jött be, úgyhogy nem akarom leszólni. Nem tudom, hogy annyira jó, hogy megérdemelt az Oscar egy aljájölést. Az Zoli látta, úgyhogy ő neki tetszett, úgyhogy ő meg tudja mondani. Nem is sem passzolom. Jó, akkor megint nekem kell beszélni. Jó. Hát aki látta a filmet, az azért... Tehát ha jól tudom, azért kapott technikai jelölést is, meg nem technikait is, de valóban itt szerintem arról van szó, és elnézést kérek mindenkitől, aki szerint most hülyeséget mondok, nem vagyok nagyon benne ebbe a képregényes univerzumban. Én azt láttam, hogy azért most tényleg egy olyan nézőcsoport lett ezzel a filmmel megszólítva, nem csak a képregény világ aspektusában, hanem a történelmük tekintetében is, ami miatt ez a film szerintem már a kezdetektől fogva nagyon nagy siker. Ítélve. Szerintem ezzel semmi probléma nincsen. Én amúgy élveztem a filmet, annak ellenére, hogy pár ilyen képregényes filmet láttam korábban, és volt, ami tetszett, volt, ami nem tetszett, szerintem ez így normális. Én örültem a sikerének, tehát tök jó látni, hogy most már teljesen más alkotások és Oscar esélyesek, és tényleg nyílik ki a világ és színesedik, és nem csak az amerikai vagy a nyugati kultúra tud dominálni mindent, hanem megjelenhetnek benne más dolgok is. Tehát a Róma című film szerintem egyébként zseniális volt, és tök jól látni, hogy ilyen jelölést kapott, és ilyen elismeréssel beszéltek róla. És volt is belőle nagy botrány, hogy a Netflix mit keres az Oscaron? Ez meg a másik, hogy Netflix meg tudott érkezni ebbe az egészbe. Akkor ezt csak zárójelben mondom, mert ugye a Netflixről azért is célszerű beszélni, hiszen rengeteg könyvet fognak adaptálni a következő években, ami számunkra is komoly aktualitásokkal bírhat, hiszen már egy Bird Box volt tavaly karácsonykor, ez szerintem át fogja rajzolni ennek az egésznek a térképét, vagy a határvonalait, és nagyon fincsi dolgok előtt állunk, tehát én mindig azt szoktam mondani, úgy foglalkozom, úgy csinálom ezt a munkát is, hogy én így, mint a besorozott kisgyerek, hátradőlök és élvezem, ami jön. Tehát, hogy nincs is már igazán kritikus énem, mert véleményem van mindenkinek, hát azzal nagyon nem megyünk sokra, jöjjön minden, én tökre örülök ennek. Ha már szóba került, és igazából ebben nem akartam beszélni, de gyerek felmerül. Oké, hogy kisgyerekként élvezed az egészet, de kiadóként mennyire befolyásolja a ti életeteket például Netflix? Hiszen beszélgettünk korábban arról, hogy gyakorlatilag itt már visszintünk oda, ahol a 80-as években volt, hogy megjelenik a film, megjelenik a filmzen, megjelenik a könyv. És egymást erősít a dolog. De hogyha valamiből nem készül a film, bevukik a film,
az a könyvkiadásra például milyen hatása lesz. Tehát ez újra rajzolja, újra gondolja, vagy minden megy a régiben és a könyvek élik a saját életüket? Hát egy picit távolabbról válaszolnék erre, tehát szerintem a popkultúra és az ilyen tartalom fogyasztása 2019-re jelentősen megváltozott. Tehát szerintem nem az van, hogy film van, vagy könyv van, hanem vannak olyan domináló erők ezen a piacon, akik vagy amik a közüzdést jelentősen tudják befolyásolni. Tehát azért látjuk, hogy a Marvel univerzummal mit építettek fel az emberek. Hát a lassan nagyobb hiszti van körülötte, mint a Star Wars körül, és ez elképesztő erőt jelent, hogy valaki ennyire képes úgymond a valóságot befolyásolni. És tényleg az van, hogy amikor jön mondjuk egy adaptáció, akkor nem is feltétlenül a könyv kerül előtérbe, nyilván a könyv is előtérbe kerül, de inkább az, hogy akkor az emberek elkezdenek hasonló tartalmakat keresni, és még többet fogyasztani abból, és mondjuk van egy ilyen időszak, most mondok valamit 3-4 hónap, amikor jellemzően olyan tartalmakat fogyasztanak még többet, és hogyha mondjuk egy kiadó az Agave abban az időszakban tud gyorsan lépni, akkor nagyon sok könyvet el tud adni. Erre egy nagyon jó példa volt tavaly előtt, a Vörös Verib, amivel mi 2016 karácsonyán éppen hogy lekéstük a megjelenést, el is tettük a könyvet full készen, hogy akkor majd később, és bejelentették, hogy itt forgatják a filmet, és már itt van a Jennifer Lawrence, és abban a szerencsés helyzetben voltunk, hogy egy héttel később ki tudtuk adni a könyvet. És nem fogom elmondani, hogy mennyit adtunk el belőle, de körülbelül így csuktuk be a számot, hogy Jézus Isten, tehát így nem tudtuk, mivel tenyereltünk bele. És ez olyan szempontból egyébként vissza tud jutni a kisebb piacokra, ahol az ilyen kis független kiadók vannak, hogy most már nem a mi kezünkben van a közüzdésnek a minimális irányítása se, tehát azért az Agavénál is még 10 évvel ezelőtt a Bálint, vagy most amikor talán én még kiadó vezető lettem, számított valamit az, hogy mi milyen könyvet ítélünk jónak, és mit adunk a kezetekbe, ez most már szinte teljesen megszűnőben van, és tényleg bejött nagyon az, hogy mit adaptál a Netflix, mi lesz a következő nagy dolog, mi az, amit mindenki olvas a Goodreads-en, és nekünk egyre inkább kezd egy ilyen kiszolgáló szerepünk lenni ebben, hogy ami nagyon örök, azt kell elhoznunk, és hogyha ezek a könyvek nagyon jól mennek itthon is, akkor megtehetem azt mellette, hogy egyébként még kiadók másik 3-4 olyan könyvet, amit egyébként én nagyon jónak gondolom és szeretném, hogy elolvassatok. Tehát ilyen volt tavaly például a Candyú, amit tényleg semmit nem vártunk, de szerencsére az anyagi helyzetünk lehetővé tette azt, hogy bepróbálkozunk. Többé is így gondolják ezt a kérdés? Hát nagyon jól összeszedtem, igen. Tehát én is azt érzem, hogy ha valamiből film adaptáció készül, egyszerűen nem történik a magyar kiadó, hogy nem próbálkozik be. És én is látom ennek a hatását, hogy tavaly kijött nekünk évén a Shirley Jacksonnak a könyve, a Hill House szelleme, ami egy óriási horror klasszikus, de tényleg egyetemeken oktatják meg minden, és mindaddig nem jelentett meg magyarul, amíg a Netflix nem adaptált és csinált belőle egy sorozatot, mert hogyha nem lett volna belőle a sorozat, a kutya nem vette volna meg az amerikanisztika szakos bölcsészeken kívül. Igen, ez most egy olyan időszak, ami óriási lehetőséget ad nekünk. Hát én jobban képben vagyok sokkal most az ilyen irányú projektekben, trendekben, mint mondjuk a könyvpiac éppen aktuális trendjeivel kint, mert sokkal direktebb és nagyobb hatással van ez a mi munkánkra. Tehát most ugye a hagyományos tévé halálának lehetünk tanulni az elkövetkező években, és a streaming fogja átvenni ennek a szerepét. Ez egy óriási harc indult meg a cégek között ennek a piacnak a megszerzésére. Magyarország egyelőre még egy viszonylag elhanyagolt piac ezen a téren, de ugye most a Netflix eddig a Netflixes projektek nem voltak annyira jellemzően nagy hatással a fogyásokra. Ezt elmaradtak mondjuk egy moziba bemutatott, vagy egy valamelyik magyar tévécsatornán játszott sorozat eladás növelő hatása mellett. Viszont most a Netflix ugye óriási tempóban elkezdett magyar
magyar tartalmakat készíteni, mármint hogy feliratozni, és szinkronok is elkezdődtek. A Stranger Things-nek már az első három epizódja elérhető amúgy fönn, szinkronizáltam. És az Zoli mondta, hogy úgy hallott, hogy a teljes lokalizáció is most idén bekövetkezik. Vannak meg nem erősített plegykákin, hogy a nyáron már jöhet akár, igen. Ami azt jelenti, hogy ez még sokkal jelentősebb hatást fog kifejteni, mert Amerikában ott, tehát a Bird Box ugye, ami minden idők legnézettebb Netflix filmje, állítólag és óriási hype volt körülötte, az hetekre felkerült a New York-nek bestseller listára, tehát óriási hatása van Amerikában a Netflixnek, sokkal kisebb Magyarországon, de itt is növekedni fog. És hát az egyéb streaminges dolgokra is oda kell figyelnünk, úgyhogy képbe kell lenni. Igen, és még annyi... Most a színjelősök meséltek, hogy mit fogtok kérni? Bocsánat, csak még annyi ez zárójelben, és ennek ugye vannak további hatásai is. Én például kizártnak tartom, hogy a Bird Box-nak megírta volna a fickó a folytatását, hogyha ez nem lett volna ekkora siker. Vagy vegyük elő a szolgáló lány meséjét. Tök egyértelműen miatt a siker miatt jönnek ezek a folytatások. És tényleg, amit mondtam, ez a kiszolgáló szerep nem csak az adott projektre van már szereppel, hanem eldönti azt is, hogy akkor a következő évben mi fog történni az irodalomban. Kicsit ez ijesztő hangzik, legalábbis az én olvasatomban. Hát ijesztő vagy nem ijesztő, sokkal több olvasó viszont bejöhet ezáltal, tehát én bizakodó vagyok pont emiatt, hogy hát ha el tudjuk kapni így az embereket, tehát nagyon sok könyvelnél látom, hogy nem az alapján olvasó veszik meg elsősorban, és onnantól kezdve viszont van egy izgalmas feladatom, hogy megtartsam őket további könyvekre, ez hol sikerül, hol nem sikerült. Oké, menjünk tovább. Vladi, úgy tűnik, hogy a Fomax-nál a képregény kiadása az nem egy nyári kaland. Én momentán a Conan-nak nagyon örülök, de kíváncsi vagyok, hogy a többi címeteket mi alapján választjátok ki. És persze utána megkérdezik kudvajáságban a többieket is, hogy terveznek-e képregényt kiadni. Hát ugye nekem van egy hatalmas előnyöm, ami Magyarországon egyedülálló, hogy 2003-ban kezdtem a képregényekkel megélhetési szinten foglalkozni. Ezért kialakult egy olyan tudás, hogy mit keresnek itthon az emberek, mik azok a kiemelkedő címek, amik örökké tartó, vagy hát örökzöldek, úgymond. És igazából most egy teljesen paradicsomi helyzetben vagyunk. Mert gyakorlatilag, ami nekem szinte a kedvenc képregényén voltak 10-15 évvel ezelőtt, azoknak a nagy része most egy abszolút keresett termékké vált. Illetve hát abszolút figyelem az aktuális havi megjelenéseket is. Ugye most jött ki a Thanos Győz, ami 2018-as eredeti megjelenésű képregény. Tehát így két irányból közelítjük meg a klasszikusok és a modernebb dolgokat is próbáljuk hozni. Tehát egyszerűen minden vonalat próbálsz mondjuk tovább. Igen, hát amit látható, gyakorlatilag az összes amerikai nagy kiadóval keretszerződésünk van, amit már nevet mindenki, amikor ezt bejelentjük, hogy újabb keretszerződést kötöttünk valamelyik kiadóval. Nem nevet mindenki a pénztárcához kap, hogy úristen, tényleg nem lesz mit tenni, hol jön. De hát nagyon odafigyelünk arra, hogy ne csak a Marvel, meg a DC kiadónak a kiadványait, amik azért biztosabb sikere számíthatnak, hanem az Image, illetve IDD, és még lesznek más kiadók is. Ezek sokkal kockázatosabbak, ezek a kisebb, kevésbé ismert kiadóknak a képregényén kiadni, de hát most megtehetjük szerencsére, mert most lehet kísérletezni, és aztán majd kialakul a dolog. Azt nem tudom, hogy ti terveztek képregényt? Képregényt nem tervezünk, de akkor csak zárójelben. Látjátok már talán pár olyan könyvétre kiadjuk a Simon Stellenhagennek az illusztrált könyvét. Én képregényt nem szerettem volna kiadni, de nagyon szeretem a Stellenhagennek a munkásságát. És nagyon, nagyon örültem annak, hogy ez végül könyvformájába kijött kint, mert így ki tudjuk adni. Remélem azért a képregényesek is megnézik, majd gyönyörű rajzok vannak benne. De tényleg élmény kézbe venni. Csilla? Én nem szeretnék erről beszélni.
akkor megyünk tovább. Nem kell sok emberrel beszélnem, hanem csak sok félét hallok. Oké, hol tartottam? Igen, ott tartottam, hogy az úr az elején beszélt szegregációról az olvasók között, hogy aki fantasyt olvas, nem vásárol más. Megkérdem a másik két részletet, hogy ti is látjátok, valóban ennyire sátortáborok vannak ki, nem ezen? Hát egyrészt igen, másrészt mi azért igyekszünk ezt az olvasók felé pusolni, úgymond, hogy mást is megkísérletezzenek, ne ragadjanak le egy vonalon. És például a képregényeknél azt látjuk, hogy egyre több a vegyes rendelés, tehát a könyvet is rendelnek, képregényt is rendelnek. Tehát ez egy nagyon pozitív fejlemény, hogy de hát nálunk ez mondjuk jellemző volt, hogy a régi képregényes vásárolóinkat aztán megtérítettük könyvolvasóknak, most a könyvolvasókat megtérítjük képregényolvasóknak, és akkor jó esetben így vegyesen fogyasztanak. Én is látom ezt, hogy a fantasy olvasók és a sci-fi olvasók között kisebb az eltérés. Igazából inkább a science fiction olvasók között érzek nagyobb elutasítottságot, vagy elutasítást a fantasy irányába, mint fordítva. Illetve ami még érdekes kérdés, hogy ugye nagyon sok young adult fantasy olvasó van Magyarországon, és hogy ők vajon hogyan és mikor fognak átlépni Ez azért is érdekes, mert hogy vannak olyan young adult szerzők, akik viszont elkezdtek írni a felnőtt korosztálynak. Tehát... Mert nyilván meg más témák kezdik őket érdekelni, mint a Veronica Roth-nak is jön felnőtt könyve, illetve Lainey Taylor-nak is jelent meg olyan fantasy, ami már inkább felnőtt korosztálynak szól. Szóval ez nagyon érdekes, hogy maguk a YA-s szerzők is más témákat keresnek. Vagy, ugye Victoria Schwabnak nagyon jól bejött a váltás, de mondjuk nála szerepet jelzett az is, hogy a nevét is megváltoztatta, tehát hogy más néven adja ki a felnőtteknek szóló könyveit, mint a YA könyveit. B.A. Schwab, illetve Victoria Schwab, tehát van egy ilyen disztinkció. Hát én azért bízom benne, hogy a mai olvasók azok majd a később elolvassák a felnőtt fantasyt is. Hadd mondjak ki ezt annyit, tehát hogyha létezik egy ilyen, nem tudom, vízszintes választóval, hogy sci-fi meg fantasy, akkor mindenképpen van olyan függőleges, hogy YA. Tehát én azt látom, hogy ha bármire csak annyit írsz, hogy vannak benne ifjúsági elemek is, a felnőttosok meg kivégezted azzal a könyvedet, és ez viszont egy olyan piaci jelenség nálunk, ami máshol vagy egyáltalán nem létezik, vagy csak minimálisan létezik. És ez egyébként egy olyan dolog, amit én például a kiadóvezetőként nagyon szeretnék megérteni, hogy miért van, mert nem egy esetben tényleg azt látom, hogy olyan közutálatot tud kapni egy könyv ezáltal, hogy akár olyan ráteszem az ifjúsági tegét, vagy csak a standon, hogyha valaki megkérdezi, hogy ez egy felnőtt könyv, és mondom, igen, felnőtt könyv, de van benne annyi ifjúsági jelen, hogy az egyik főhős egy olyan jelen fejlődésen megy át, amit jellemzően fiatalon élhet át, és látom, hogy ott elvesztettem azt az eladást. Soha nem fogom megnézni a vásárlót, hogy vegyem el a könyvet. Azért azt hozzátenném, hogy a felnőtt nők viszont vesznek ifjúsági könyveket, tehát ők nem utasítják el őket, tehát a, tudom, a Mary Pearsonnak az ifjúsági fantasy sorozata, és nagyon népszerű, és felnőttek is vásárolják, és nem érzem azt, hogy... Én nyilván azért a két kiadónak a karakterisztikája eltérhet annyiban, hogy nálatok valószínűleg ezek a csatornák egyen jobban vagy kettővel jobban ki vannak épülve, ezt nem tudom, de nálatok szerintem tényleg a profilotokból adódóan ez egyáltalán megoldottabb. Megtalálom a kiadó egészen másodban, például mondom, hogy sokkal többet ad ki, nekem a szélesebb a merítés. Igen, én is. Én igazából nem a felnőtt, meg tini, tehát hanem az, hogy mondjuk a kemény maga, a sci-fi fantasy kemény maga, az elutasítja a YA könyveket. A YA-sek,
hát nem tudom, a Schwabnál igenis az van, hogy hiába, tehát itt nem, tehát elkönyvelnek valaki Váének, szerzőnek, tehát nálunk a Schwabnál jobban megy a Váé könyve, a Viszály, azt hiszik, hogy az is Váé. És az két cég között a földre ült, mert ezért kevesebb a fogyása, mint a tényleges Váé könyvének. Oké. Menjünk tovább. Másfél évvel ezelőtt nagyon nagy bizalom volt a kisregények iránt, és elég sok cím megjelent. Most, mint ez így megállt volna, mik a tapasztalatok, vagy ez miért van? Én továbbra is hiszek abban, hogy a kis prózának van jövője itt Magyarországon, viszont a külön kötetben megjelenő kisregények azok valóban nálunk nem úgy működtek. Azt vettük észre, hogy a gyűjteményes köteteket keresik az olvasók, tehát hogyha egy könyvben több kisregény van, vagy több novella, azt szívesebben megveszik. Nyilvánvalóan lehetséges, hogy túl drágának tartanak egyes kisregényeket egy külön kötetben megírni, és akkor ezért van ez a dolog. Hogyha már gyűjteményes kötetben össze van gyűjtve, akkor viszont nagyon szívesen megveserülják, és úgy érzem, hogy egyre többen érdeklődnek a kis próza iránt is. Hát igen, erről már valahol beszéltem, de most gondolkozom, hogy hol, és nem tudom, hogy a kisregényekkel mi a helyzet, hogy gyakorlatilag itt van, nem tudták a helyén kezelni a esetolvasók ezeket, és hát valószínűleg igen, hogy eddig szokatlan volt, hogy most külön kötete megjelenik, és így most ők ezt teljes értékű regényként vásárolják meg, és az alapján ítélik meg, mert ez nem egy teljes értékű regény, hanem ez egy kisregény. Árérték arányban nyilván rosszabb bújjon ki, mint egy 500 oldalas könyv, ami 5000 forint, egy 3000 forintos könyv, ami csak 160 oldal. A MOL-on is látszik, hogy az értékelései sokkal negatívabbak a kis, tehát aránytalanul rosszabbak az értékelései a kisregényeknek. És hát a fogyások sajnos nem igazán jók. Bár azt nem mondom, hogy bukunk rajtuk, mert hát a befektetés is viszonylag kicsi volt, és alacsonyabb példányi számnál ezek meg tudnak kérülni. Én különben azt látom, hogy kint is, mintha ez egy kicsit kifulladna, ez a nagy felrendülés, ami pár éve ugye a Torkomnak köszönhetően indult el, mert ezek, amiket mi kiadtunk, azok az abszolút a legdíjazottabb, vagy legfelkapottabb címek voltak, és most én idén nem láttam, hogy nagyon jöttek volna ilyen szinten kiugró kisregényeként. Ezeknek a sorozatoknak a folytatásai vannak. Úgyhogy egyelőre mi nem nagyon tervezünk most újabb kisregény, nem is nagyon láttam olyat, ami igazán izgatná a fantáziámat, de hát majd meglátjuk most. Nyilván azért figyeljük, hogyha olyan nagyon jól jelenik meg, akkor elképzelhető. A George Mallermannak a kisregény, ami az legelső kisregényük volt, a házatom én, az például jól ment. Tehát lehet, hogy ez szerzőfüggő is igazából. Csak kisregényhez kapcsolódva, okay. Kérlek egy őszi címet. Ugye tavalyi évben nagyon sok jelentős alkotó távozott köztük, Gárdán Bozóá is, aki az egyik legmeghatározóbb szerkesztő volt, és úgy döntöttünk, hogy volt neki egy olyan válogatása, amiben összegyűjtötte az elmúlt néhány évtized legjobbnak ítélt science fiction kisregényeit, illetve az elmúlt 35 év legjobbnak ítélt novelláit, és ősszel ezt a két kötetet szeretnénk kiadni. Főleg most, hogy ugye a Szehen sorozat sikerje alapján úgy látjuk, hogy lenne értelme egy ilyen visszatekintő, pótlás jellegű kiadványnak. Ugye visszamenőleg nem fogjuk kiadni az előző évek best-of-jait, de egy ilyen best of the best gyűjteményes kiadványt szeretnénk elhozni. Ez egészen jól hangzik. Egészen más, hogy mi tovább. Nem értettem.
tettem is, ami. Az új az előbb említettem, akkor ebben a svéd szerzőtől vagy svéd címekkel próbálkoznak, és érdekelne, hogy angol száz nyelvületen kívülről mennyire terveztek szerzőket behozni, ugye kínairól már volt szó, megjelent is meg. Szerintetek még valami egzotikumra? Ugye a Kellynek most megjelent egy antológiája, a Karin Tidbecket fogjuk nyáron kiadni. Jöztelenek volt az egyik svéd szerző, Tidbeck lesz a másik, aki egyébként egy kis prózat, egy novellás kötettel fog jönni, ami szerintem fantasztikus. Sokkal jobban szerettem a regényénél, pedig nagyon akartam, hogy jó legyen a regénye. Hát nem science fiction, de a jövőre lesz egy olasz szerzőpárosunk egyébként, és bízom benne, ettől független, hogy egyre több izgalmas dolgot találunk. Ennek alapvetően anyagi korlátai szoktak lenni, tehát egy, most nem akarok számokat mondani, de egy svéd, norvég, finn, akármilyen fordító sokkal több pénzt kell, mint mondjuk egy angol fordító, és egyszerűen látom a matekon, hogy nem tudok annyit eladni belőle, ami miatt megérje, tehát hogy érdemes legyen csinálni. De ettől függetlenül folyamatosan keresünk. Én annak vagyok a híve látva, hogy milyen a magyar piac, hogy apró lépésekbe kell haladni, tehát ahogy a Kellyú tavaly sikerülni tudott, remélem, hogy idén a svéd dolgaink sikerülnek, és jövőre találok megint egy olyan nemzetet, ahonnan érdemes lesz számozgatni. Hát mostanában mi is gondolkozunk fantasy vonalon, angol száz szavon kívüli dologban. Hát van pár ötletünk, igazából ez nálunk attól is függ, hogy mondjuk mennyi fantasy-t fogok találni, ami angol száz fantasy-t, ami esetleg érdemes kiadásra. Mostanában elég gyenge a felhozattal ezen a téren szerintem, legalábbis a számunkra érdekes címekben. Úgyhogy elképzelhető, hogy így majd egy kicsit kikacsintunk más országokra is. Hát erről konkrétumokat nem tudok még mondani. Hát én már említettem, hogy könyvhétre jön Hannu Rajnének az Örök Nyelv című könyve, ami egy noir fantasy. Én is mindig olvasok nem angol száz szerzőktől science fiction fantasy könyveket. Azt, hogy ezekből lesz-e valami, azt nem tudom előre megmondani. Azért látni kell, hogy a magyar közönség szintén angol száz közvetítéssel szerzi be az értesüléseit az internetről, és azokat a könyveket keresi, amikről mondjuk elég sok cikk megjelent kint, és ők beszélnek róla. Ezek jellemzően olyan művek, amik már lefordultak egyszer angol nyelven, tehát sajnos nekünk ezt is figyelembe kell vennünk, hogy mi az, ami angol száz közvetítéssel már szerzett magának némi hír, mert ugye Karin Tidbeck is saját maga lefordította a novelláit, Rajnémi is angolul ír, és még van néhány ilyen szerző, aki angolul ír, noha nem angol száz szerző, egyszerűen azért, hogy eljusson az olvasókhoz, ilyen például a francia, vietnámi, Aliette de Baudelaire is angolul ír, és illetve Emmy Talanta, ő is lefordítja a saját könyvét angolra, és így lesz népszerű, és azért jelenhet meg aztán magyarul, mert már így tudnak róla az emberek. Ja, egy ilyen könyvet akkor mi is kiadunk, ezt a jelenet is lehet mondani. A könyv hétre Edgar Canteron, spanyol anyanyelvű szerzőnek a Medlin Kiss, tehát a Pottyanás Kölykök című könyvét, amit úgy tudom, hogy eredetileg angolul írt meg, viszont abszolút olyan nyelvi elemények vannak benne, hogy így nem találkoztam angol nyelvű szerzőnél ilyen szintű nyelvi eleményekkel. Úgyhogy nagyon bízom benne, hogy a magyar fordítást, amit Marva Attila csinált, sikerült olyan szintre hozni, ami ezt majd méltó módon vissza tudja adni. Lassan, de biztosan eljutunk oda a pontra, amikor a közönség fog benneteket fogadni, de mielőtt erre sor kerülne, mindenki hozott magával a könyvet, gondolom nem nekem akarjátok adni, amit megértek, és ugye volna olyan, amiről még nem beszéltünk. Ezzel kapcsolatban akartok bármit mondani?
hogy miért ezeket hoztátok azon kívül, hogy tanulságok? Most fel kell gyakorlani, mert mindig elcsában van. Végül is már a legtöbbet mondogattam, a Bogfint, azt Adrian Csajkovszki, ő amúgy angol száz író a neve ellenére. A fantasyet mindenképpen ajánlom nektek, hogy vizsgáljátok, ami most jelent meg erre a rendezvényre. Ez egy abszolút egyedi fantasy, egykötetes, úgyhogy aki nem szereti a hosszú sorozatokat, azoknak nagyon ajánlom. Illetve a Monstress-re akarom felhívni a figyelmeteket, ami hát a Csilla fordította. Most kell tanítani a szerkesztette. Már csak jó lehet. És hát itt is a Sanada Takeda japán rajzoló rajzoltam, Marjorie Liu kínai származású. Kínai-amerikai az írónő. Hatalmas... Megint magasabbra, mert hátul nem látja. Lendülettel indult itt a cím, hát annyit eladtunk itt belőle, ami még egyetlen könyves rendezvényen nem sikerült semmelyik kiadványunkból. Én is kacérkodtam, hogy azt elővettem meg. Aki belenéz, az nem tudja megállni, hogy megvegye. Csillu? Ugye most kell tanítanak, most jelent meg a könyvfesztivál az Írha és Bőr című könyve, és szerintem ennek a teremnek legalább a fele, de inkább a kétharmada tudja, hogy miről beszélek, sőt már is van neki. Ez tanítanak a harmadik könyve, és nagyon büszkék vagyunk rá, mert szerintem még sokkal jobb, mint a Horvony és a Bárbel fiai, és ezzel nagyon-nagyon mondok, mert azok is nagyon jók voltak. És úgy tűnik, hogy az idei év a magyar szerzők jegyében telik, aminek én külön örülök. A könyvhétre jön még két szerzők. Rusvai Mónika első könyves szerzőnek tündöklő című regénye. A novellájában már találkozhattatok a tavalyi az Ír Magyar Szerzős és Fantasy novellái kötetben. A regénye nem kapcsolódik a novellához, az egy mese átirat volt. Ez pedig egy inkább klasszikusabb fantasy. Nagyon jól van megírva, és nagyon érdekes felelődés történet. Szerintem érdemes lesz elolvasni. A sztoriról nagyon sokat nem akarok elárulni, mindenesetre nekem nagyon megfogott a világában az, hogy egy olyan országról beszélünk, egy olyan népről beszélünk, amelyik elhagyta a történet kezdete előtt 20 évvel az országát, és egy földre költözött, tehát lényegében a teljes nemzet menekültekből áll, és ebben a környezetben nő föl egy fiatal lovász fiú. Viszonylag kevés mágia van a könyvben, inkább karakterközpontú, viszont ami mágia van benne, az jelentős és nagyon katartikus végkifejlethez vezet. Úgyhogy ezt a könyvet nagyon tudom ajánlani majd a könyvhéten. A másik magyar szerzőnk a könyvhéten kis csalással magyar, ugyanis Angliában él, Debrecenből származik, Tünde Ferenc, és angolul írta meg a regényét. Úgyhogy Miksejle Viktória fordította le nekünk magyarra, nyilván a szerzővel együttműködve. Ez egy nagyon furcsa helyzet, amikor a szerző le tudja ellenőrizni a magyar fordítást és megjegyzéseket tud hozzáfűzni. Ez egy nagyon érdekes disztópia. Már elég sokat cikkeztek róla kint is, fölkeltette a kinti közönségünk az érdeklődését is. Azt mondom, hogy Magyarországon meg különösen érdekes lesz, mert bár a főhősen alternatív Angliában él, ahol a fogyasztás alapján sorolják be az állampolgárokat különböző kategóriákba, és hogyha nem fogyasztasz eleget, akkor lejjebb csúszhatsz egy bizonyos kategóriába, illetve hogyha már nem vagy társadalmilag hasznos, akkor ugyan nem viszel a fekete autó, de egy finom társadalmi nyomást helyeznek rád, hogy légy szíves, vonuljál el eutanázia központba, ahol néhány évig elképzelhetetlen nagy luxusban élhetsz, és kiszolgálnak előről, hátulról, de utána legyél szíves
elmúlni. A főhősnőnek a férje egyszer csak eltűnik a közös számán lévő pénzzel, és mivel nem tudja, hogy mi történt a férjével, azt hiszi, hogy meghalt, idegösszeroppanása lesz, és elkezd nyomozni. Viszont már nincsen mögött a családi háló, mert a szülei már voltak ebben a rendszerben. Csak egy tőle elégedett nővére van, akihez fordulhat. És nagyon érdekes maga a lejtés, hogy mi történt a férjel. Egy nagyon húsba vágó disztópia, egy olyan világról, ahol mindenki annyit ér, amennyit keres. Úgyhogy szerintem ez Magyarországon nagyon fog ütni. Zoli? Én gyors leszek a végére. Ugye ez az új Skáci, biztos nagyon sokan láttátok már, hogy tudtok róla. Bronzvárosra nagyon büszke vagyok, hogy meg tudtuk csinálni ilyen formátumban, hiszen ritkán csinálunk kemény tárolás könyveket, és meg tudtuk szerezni a kinti borítót. Nekem ez a könyv a szívemnek nagyon kedves az elmúlt egy másfél évből, tehát ezt talán egyszer írtam is a Facebook csoportomban, hogy a Pierce Brown-nál éreztem első könyves szerzőnél utoljára azt, hogy valaki ilyen komoly művet letegyen az asztalra. Úgyhogy kérlek, adjatok neki egy esélyt. És ezen kívül, ami már szintén elhangzott, ez a Ken Liu által szerkesztett antológia, amiben egyébként fiatal Kínában élő szerzők nagyon jó novellái, illetve három érdekes és komoly esszét található. Köszönöm, és akkor most megkérjük mindenkit, hogy akinek van kérdése, ne habozzon, tegye fel. Biztos, hogy nem a leghátsó sorba kell menni. Jövök. Sajnálom. Sosem fogom. Nekem nem érek el odáig. Oda jött. Szóval az a kérdésem, hogy ugye kijött nemrég a Love Death Robots, és oda sok olyan sci-fi író is írt, aki kis prózákkal foglalkozik, és hogy erre van-e olyan tervetek, hogy akár olyan szerzőkkel, akiknek a novelleit adták, akár tehát hogy adottak a konkrét műveket, akár pedig csak a szerzőktől bármilyen más novellákat kiadni. Én úgy tudom egyébként, hogy elég sok szerzőnek van magyar kiadója belőle itthon. Lehet, hogy most éppen nem jelent meg tőlük újdonság, de tényleg is valóban van pár kisebb szerző az antológiában. Megmondom őszintén, én nem néztem még teljesen utána annak, hogy egyébként rendelkeznek-e komplett novellás kötettel, de egyébként szerencsére például a mi műveink elég jó arányban jelennek meg abban az antológiában, tehát a Candy úrnak a Jó vadászatot című zseniális novellája szerintem egy gyönyörű kivitelezést kapott, és ugye a John Scalzi-nak a három novellájából kettő egyébként megtalálható a Vének története egy című kötetben, és azon elgondolkodtunk, hogy a Marco Cross-nak a novelláit valamilyen módon bele tudjuk-e majd tenni a jövőbeli megjelenéseiben. Ez ügyben egyelőre nem született megegyezés, azért ezek a dolgok nem mindig rajtunk állnak, de rajta vagyunk az ügyön. Én egyébként, ahogy itt beszéltünk róla, én a novellákat izgalmasnak tartom, be is vásároltunk elég jól vagyok a következő, nem tudom, egy évre, tehát lesz pár novellás kötetünk még. Úgyhogy bízom a legjobbakban, azért ezt ti is kellettek. Ez még hozzá, hogy a Dozoárféle kisregényes kötetben, ha jól emlékszem, a tartalomjegyzékre benne lesz az Alistair Reynolds kisregény, amiből a kisfilmet csináltak. Úgyhogy ezt az egyet tudom biztosan. Következő kérdés? Tamás. Remélem, több kérdésem. Zoli, többször említetted a Ken Liu-nak egyrészt az antológiáját, másrészt a novellás kötetét, hogy van neki egy igen remek szárbozos novellás kötete is, amit egyik szárbozos kiadó sem adott még ki, hogy tervezted esetleg ezzel valamit? Nekem nem volt egyébként
eddig a terveimben, pont azért, mert a Star Wars egyébként egy olyan licenc itthon, amit nem is biztos, hogy én meg tudok szerezni, és ez egy eléggé szövevényes út, úgyhogy én nem tudok most nagyon válaszolni, de tök jó lenne egyébként, persze. Következő. Minden évben szokásos kérdéseket szeretném föltenni, hogy az Elveszett Flotta sorozatnak a következő kötetét. Hát jelenleg a fordító most éppen máson dolgozik, de össze szeretnénk kihozni a következő kötetet. Tehát elvileg be fogja fejezni a nyáron, amiben jól megy, és nincsen akadály, akkor összekiessen a következő kötet. De a jogokat már megvettük, csak tényleg logisztika, hogy sajnos nagyon észrevő a fordító. Kérdezünk. Tamás Gábor. Következő vissza. Én is csinálok kérdezni, hogy tervezi a magukjából a lővén életműnek a további gondozását. Beszéltünk róla bent a kiadóban. Szeretnénk további könyveket kihozni tőle, de egyébként még nem döntöttük el, hogy újrafordításokkal folytassuk, vagy inkább olyan könyvvel, ami még nem jelent meg magyarul. Én a magam részéről ingadozom, mert bevallom szintén, hogy a kisebb nézeteknek a fordítását, az újrafordítását én időszerűnek látnám. Viszont azért bőven vannak olyan könyvek, amik nem jelentek még meg magyarul. Tehát a God for Girl is Forest például, ami szerintem egy ragyogó kisregény, de nekem az ifjúsági trilógia is nagyon tetszik. Szóval még egyelőre nem tudjuk, nincs a döntés, de szándék van. Nekem egy olyan kérdésem van, hogy bár egy-két megjelenés hangzott, de beszélnétek kicsit arról, hogy akkor a könyvhétig és a könyvhétre milyen megjelenésétek várhatóak? Hát már mondtam pár, hát jó, a Bolobaskó Péternek ugye A.M. Arant álnéven alkotó szár magyar szerzőnek a profitája fog elvileg kijönni, ha minden igaz. Még mi van, amit nem mondja? Igen, a Ráírja kezdeteknek a második kötete fog kijönni a könyvhétre. Hát ha sikerül megszerkesztenem időben. A Sandman első kötete egy irtozatos durva kiadásban fog kijönni, és a dolog kell két folytatása. Néhány címet már mondtam, de így elszórva a beszélgetésben. A könyvét ugye meg fog jelenni Catherine Valentének az Ügyoperája, ez az Eurovíziós Dalfesztiválra jön ki, és Joe Hill Nosferatuja, az is amikor májusban. A könyvhétre pedig ugye megjelenik Husvai Mónikának a Tündöklője, ez a Tünde Ferának a Farkasország című disztópiája, valamint Handura Janilinek az Öröknyel című könyve, és ilyen megjelenik a Dunáját is folytatjuk a másik kötettel az Olvasfoldal. És más nem lesz. Mi most kicsit olyan lassabb rajtot vettünk ide, most úgy beindul a buli, nagyon sok könyvünk lesz. Én már május elején az új tehetséges novellás kötet, ami szerintem nagyon nagy és semmi lesz itthon, és én szerintem az a kötet még jobb lett az előzőnek is egyel, szóval én nagyon izgatott vagyok, de kihozzuk az előző könyvet, az érkezést is, hogy párban új borítót kaphassanak. Egy új Philip K. Dickünk jön májusban, az Időugrás a Marson, felújított kiadásban, egy új megrégei, május végén az Elveszett Proféciák érkezik az Amazon sorozattal együtt. Nagyon sokat várok tőle, úgy hallottam, hogy nagyon jó lett a sorozat. És akkor a könyvhéten a már említett Simon Stellenhag,
Nevi Okorafornak a Halál megvető című könyve jön, ami szerintem egy korszakos fontosságú mű. Azt mindenkinek nagyon ajánlom. Hozzuk az új Blake Crouchot, ami szerintem még jobb lett a Sötét anyagnál. Neki nagyon örülök, mert benne látom egyébként azt a szerzőt, aki ha még ír pár ilyen könyvet, akkor korszakos fontosságú lehet. Ott egyelőre magyar címmel meg vagyunk lőve. Most a következő két hétben ezt nagyon gyorsan ki kell találnunk, hogy mi legyen. Jaj, mit nem mondtam még. Anita Blake új könyv jön. Úgyhogy megint beértük a sorozatot. Ez a 27. Igen. De tök jó, hogy végig tudtuk vinni. Tehát így látszik egyébként, hogy egyébként, ha az olvasók beállnak valami mögé, akkor nem ugye a harmadik, de a 27. rész is ki tud jönni. És egy új szerzőnk van még, aki lehet, hogy nektek nem annyira is, a Samantha Dumping, az Elbűvölő feleségem című debüt regényével. Hát szerintem az idei év legszórakoztatóbb thrillerét írta. Kifejezetten azért akartam egy ilyet keresni, mert tavaly a negyedik Majom című könyvünk minden várakozásunkat felülmúló sikert aratott, és szerettem volna azoknak a olvasóknak, rajongóknak találni egy hasonló könyvet, úgyhogy nekik ajánlom. Szóval szerintem az egy borzasztóan szórakoztató és jó könyv. És hogy mondjak valamit még így a Goodreads tekintetében, látszik, hogy kín is jól indult, egy hónap alatt azt hiszem 6000 kritikát szedett össze, úgyhogy mindenki boldog kint egyelőre ezzel a címmel, nagyon bízom benne, hogy itthon is jó fogadtatásra foglalni. Következő kérdés? Tamás, azt mondta, hogy csak egy kérdésed van. Ha valaki szeretne nálatok szerződni, akkor fogadtok el kéziratot, én lennék kíváncsi, illetve mire kell számítani, mennyire vagytok elégedettek azzal, amik érkeznek, illetve mondjuk mennyit kell várni a válaszig általában? Hát hadd ússzam meg annyival, hogy kapcsolatmenüpont, és ott megtalálsz mindent, ami erre vonatkozik. Egyébként a mai napig baromi sok kéziratot kapunk, annak ellenére, hogy a szinopszist kérünk. De nagyon sokszor látom, hogy valószínűleg úgy mennek ezek a levelek, hogy egy szerző elküld, nem tudom, 50 kiadónak, mert mondjuk 100-ból 97-szer az a megszólítás, hogy jó napot! Úgyhogy kapcsolatmenüpont. Nálunk 100-ból 97-szer nem is köszönnek. A mi e-mail címünk is elérhető, az infokukac.gabó.hu-ra lehet küldeni a kéziratokat. Egyébként bele szoktunk nézni minden olyanba, amiről tudjuk, hogy fantasy vagy science fiction, tehát a kísérő levélben legalább az legyen benne, hogy a kolléganő tudja, hogy melyik szerkesztőnek kell küldeni a kéziratot, tehát hogy ne a romantikus könyveket szerkesztő kolléganő olvassa a science fiction kéziratot, meg én se kapja például a romantikus regényt. De azért minden évben belenézünk. Kicsi a találati arány, de nem lehetetlen. Tehát abszolút nem lehetetlen, hiszen most a könyvhétre is kijön egy első könyves szerzőnk, és jó, mondjuk Rusai Mónikának találkoztam már a regény részleteivel korábban, a Fantasztikus kéziratok éjszakájában mind a kétszer, amikor részt vett részlettel, benne volt az első három kéziratban, úgyhogy már azért figyeltük őt, és mégis a Fantasztikus kéziratok éjszakáján, amelyik íróban látunk fantáziát, annak meg is mondjuk, és mondjuk, hogy hozza majd a könyvét, sajnos többnyire nem készülnek el, sok évet kell elvárni, de megéri. Úgyhogy azt mondom, hogy ne adja föl senki, illetve most a novella pályázattal meg lehet kísérelni, bekerülni a kiadó látunk körébe. Igen. Tehát aki egy novellával már bizonyít, annak a kéziratet valószínűleg hamarabb belolvassuk. Minden évben belenézzünk, de valószínűleg hamarabb előveszünk azt, akiről tudjuk, hogy le tud tenni valamit az asztalra. Következő kérdezőnek nyújtom át a mikrofon. Dani, mi is egy Stevensonnal? Hogy érzed?
pontosan. Bármi új megjelenés, bejelentés, akármi. Hát most jelenik meg ugye új könyvem, azt majd el fogom olvasni, aztán meglátjuk. Most per pillanatban kérdezett még nincs. Köszönjük neked! Sziasztok, egy egészen rövid kérdésem van, csak hozzátok, hogy mi a helyzet az olyan szerzővel vagy sorozattal, ami elindult már magyarul egyszer, csak olyan könyvkiadón áll, aki van a könyvkiadó létezésén. Szerintem egészen konkrét kérdésem az Charles Frost, most adatták le vonatkozni, hogy nincs valami kötöknél tervben. Köszönöm. Nem tudlak visszaadni, tehát általában nem működik az, hogy egy kiadó átvegy egy másik kiadóval egy leállt sorozatot, főleg nem ennyi év után. Tehát, hogyha már az első kötetek sem kaphatóak, akkor csak nagyon indokolt esetben, például ha film lesz belőle hirtelen, akkor majd egy új kiadó előre elkezdi, de így menet közben nem nagyon szokás átvenni. Utolsó kérdés. Szerintem változó. Ahogy korábban említettem, az időzítésen nagyon sok múlik. Tehát betalálhatunk vele éppen, vagy nem. Biztos, hogy valamennyire számít az, hogy éppen mi van a piacon mellette. Tehát ha kijön valami bestseller várományos, vagy nagyobb cím, akkor nem biztos, hogy megtalálja az olvasó közönségét. De igyekszünk, szerintem mindannyian ezeket jobban pozícionálni, nem a főszezonra. Egyébként nekünk pont idén várható két olyan új szerzőnk, akiket kifejezetten azért kerestem, mert tudtam, hogy nem nagy bestsellereket írtak. És pont erre vagyok én is kíváncsi, hogyha jön egy kicsi szerző, mérsékelt sikerrel, de egyébként egy szerintem nagyon jó könyvvel, akkor annak milyen fogadtatása lehet itthon. Ezeket, hát mind a kettő, talán az egyik nyári, a másik őszi megjelenés, két science fiction szerző, ezeket be fogjuk jelenteni idővel. Akkor itt a vége, megfussunk el velünk. Köszönöm szépen mindenkinek a részvételt, a kérdéseket, és természetesen a három kiadó képviselőnek meg azt, hogy megosztották a gondolatokat.